Ma folytatódott a szélső baloldali, a brutális támadásokat végrehajtó antifa támadók büntetőpere. Az áldozatok közül ketten is súlyos, 8 napon túl gyógyuló töréses sérülést szenvedtek. Mint korábban többször is beszámoltunk róla, tavaly februárban szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélső baloldal az antifa aktivistái. Balázs folytatja vendégével a témát. Köszönjük szépen a szót Lajkó Fannival, az Alapjogokért Központ elemzőjével beszélgetünk a következő percekben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Magyar börtönben marad az olasz antifasiszta aktivista a nő. A bíróság ugye elutasította a kérelmét arra vonatkozóan, hogy házi őrizetbe helyezzék, akár Magyarországon, akár máshol mondjuk Olaszországban. Hogy kommentálná a bíróságnak a mai döntését? Ez egy abszolút észrő döntés volt, hiszen akármennyire is próbálkozott akár az olasz, akár a nemzetközi baloldal, hogy elérjék azt, hogy Ilaria Szeriszt egy úgynevezett, nem is tudom, mártírként mutassák be ebbe a történetben, ez egyáltalán nem így van. Ő egy erőszakos bűncselekmény vádolták meg a, a, magyar bíróságon, és ez az eljárás még folyik, és egyébként fegyházbüntetés helyzet a bíróság kilátásban, ami egyik a legszigorúbb szabadságvesztési forma. Tehát az, amit ők kérnek, hogy most ő otthonról, otthon tudjon dolgozni home ban Olaszországban, ez egy abszolút abszurd kérés, én úgy gondolom. Emellett ugye nagyon érdekes azt látni, hogy az olasz baloldali sajtó, a La Republika hogyan feldíti az ő helyzetét. Hiszen... Bocsánat, hogy azt mondják, bocsánat, hogy ezt hagyj idézem, mert ezt meg is írtam magamnak kérdésként, hogy ez a La Republika a lap, amit ön említ, ugye következetesen egyébként, a több cikkében is Én. úgy fogalmaz, hogy egy neonáci összejövetelen a becsület napján támadtak meg Adolf Hitlerrel szimpatizáló fegyveres neonácikat, ám az eddigi nyomozás az, az, az mutat -e erre jeleket, hogy ez történt valójában? Mert ez, ez egy érdekes dolog. Ez egyáltalán nem így történt, itt csak szelektíven választottak ki járókelőket, turistákat, ezek az olasz, illetve német személyekből álló csoportosulások, hiszen ugye arról volt csak szó, hogy ők kiválasztották az olyan személyeket, akik szerintük jobb oldalinak tűnnek egyszerű, az egyszerű öltözékük alapján, és őket hátulról megtámadták, és olyan szinte fél velték ezeket a személyeket, és olyan sérüléseket szenvedtek ezek az emberek, hogy például egy a fejüket kellett bevarni, és ezek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoztak bizonyos személyeknél. Tehát egyszerű lengyel turisták, akik város nézni jöttek Budapestre, azzal szembesülnek, hogy szélső baloldali aktivisták külföldről idejöttek, és megtámadják őket. Ugye érdekesebben a bírósági eljárásban, azt azért tudni kell járja Szaliszról, hogy ugye nem először került összetűzésbe a törvényel, ugyanis 2014 és 2019 között, a jól emlékszem, már állt a bíróság előtt többször is, négy alkalommal. Az előző meghallgatásán, de most sem tett vallomást. Mitől ilyen magabiztos vajon? Mitől nem teszi meg azt, hogy bevallja ezt a büntettet ön szerint? Hát ugye mind, a, mind ugye a vádlott, mind pedig a mögött álló társaság, akár az édesapja, akár ugye a más tagjai ennek az antifasiszta mozgalomnak is úgy vélik, hogy ők egy magasabb rendű ügy miatt végeznek ilyen erőszakos cselekményeket, és egyébként a három vádlott volt ebben az ügyben, egyikük bevallotta a tettét, ugye az első rendű vádlott, Ilaria Szelis, illetve a harmad rendű pedig úgy vélekedtek, hogy ezek nem valósak ezek a, ezek a bűncselekmények, amikkel őket megvádoltak, tehát nem ismerik be a saját tettüket, és lényegében nevetség tárgyává teszik azt, hogy egyáltalán ilyen súlyosan büntetik Magyarországon az f e fajta erőszakos bűncselekményeket. Tehát Olaszországban ez sokkal megengedőbb hangot megengedőbbek az ilyen cselekmények kapcsán, hiszen ott ők hasonló cselekményeket is szintén már elvégeztek korábban, és még azt is láthattuk, hogy egy több száz fős tüntetést és szimpátia tüntetést is szervezett Ilaria szerésznek az édesapja a lánya mellett, és még az is felmerült az Olaszország baloldal részéről, hogy az Európai Parlamentbe is kiutassák Ilaria Szelésznek. a demokrata párt, baloldali, bal párt, de Mátor Renzi korábbi miniszterelnök ugye fenyegetőző itt egy komoly diplomáciai ö, csörte zajlik ugye ö, baloldali olasz baloldali részről a magyar kormány felé vagy Magyarország felé, ugye ő azt mondta, Márta korábbi miniszternek, hogy Magyarország vagy tiszteletben tartja a jogállamiságot, vagy az olaszok adójából egyetlen euró sem kerülhet Budapestre, mondja ő. Mennyire kell ezt komolyan menni? Te, ezt én inkább azt venném figyelembe, hogy a mostani külügyminiszter ö, mit mond, ő, 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 úgy nyilatkozott, hogy ebből az ügyből nem szabad egy politikai ügyet csinálni, hanem ez csak is a magyar bíróság tartozik, és hiába ülésezik az Európai Parlament, és hiába tartanak olyan üléseket a parlamentben, amik a magyar börtönhelyzetről szólnak, és a magyar kormány szeretnék már megint csak elítélni Ilaria Szelis miatt. Tehát ez egy abszolút bírósági ügy, amiből nem szabad politikai ügyet csinálni, és egyébként Orbán Viktor és Georgia Meloni is már erről a témáról beszélgettek, de ez alapvetően abszolút csak is a bíróságokra tartozik. Ja, ahogy ön is említette az előbb, érintőlegesen, hogy a magyar börtönökre panaszkodik nem először már az olasz antifa támadó. Ugye azt mondja, hogy lassan telnek a nap, tudja, nem tudja a pontos időt, és nem bízhat senkiben. Az ügyvédei minden megtesznek, ugye azért, hogy említettük, hogy az olaszországi házi kiharcolják, de mennyire jogosak ön szerint ezek a ezek a követelések. Ugye itt korábban volt egy sajtótájékoztató, amin bemutatták, hogy pontosan milyen az a börtönhelyzet, amire a vádlott panaszkodik. így beengedték ugye a képviselő így van. A is erre ezt. Így van, és ez egy olyan börtönhelyzetet tárt tár a sajtó, illetve a más vizsgáló személyek elé, amik abszolút megfelelnek a, a, akár a magyar, akár az uniós sztenderdeknek. Tehát az, hogy most a hölgy amiatt panaszkodik, hogy nem kopott hajszerítót. Meg hogy gond... vezetőszáron vitték be, ugye tárgyalóterembe, ezt is sérelmezheti. Így van, tehát hogy ez sérelmezheti ezeket a problémákat, de ez abszolút jogszerűen történt. Eh, hogy állnak egyébként hozzá, mert azért egy érdekes kérdés Európában a politikusok, vagy a politika az antifa. Mozgalomhoz. Milyen az ő megítélésük, mert lehetett már olyat is olvasni, a Európai politikus részébe kéne tiltani ezt a mozgalmat. Mekkora elszántságban erre nézve, egyáltalán van ennek jogosultsága, hogy látja ezt a kérdést? Alapvetően nagyon nehéz lenne betiltani őket, vagy akár egy terror szervezetként minősíteni őket, ugyanis róluk azt kell tudni, hogy inkább egy ilyen szélső baloldali mozgalom, vagy inkább egy ilyen aktivistákból álló csoport az, amik, amit ők kitesznek, hiszen nincs mögött, egy mögöttük álló jogi szervezet, amit be lehetne tiltani. Ugye Donald Trumpnak is voltak korábban erre próbálkozása, de pont ezen okból nem sikerült. Ugye Amerikában is ez a probléma megjelenik, ők ugye a Vogue ideológiával, illetve a Black Lives Matter BLM mozgalommal is szintén ugye a zászlókra tűzték, tűzték ezt a, az ügyet az antifasiszták, tehát nagyon sok problémához vezetett az ő magatartásuk. Ugye még Donald Trump még úgy is gondolja, hogy a kapitóliumnak is az ostromolások hozzájuk köthető, és ugyanez vonatkozik az Európai Unión belül is. Ugye Magyarországon ez a tavalyi év volt, amikor egy ilyen erős és erőszakos súlyos csapást mértek, de alapvetően a nyugaton ez már sokkal korábban megjelent, ez az ideológia és azt láthatni, hogy ugye akár a korábban említett olasz sajtó is ferdít, ferdít és nem mondja el helyesen a történetet, és inkább kedvez az antifasiszták számára, és én azt látom, hogy akár más uniós tagállamban is, akár Magyarországon is, sajtó részről is, és sokkal inkább egy ilyen megengedőbb hangot láthatunk, hogy nem ítélik el az antifasisztákat, és nem bélyegzik meg őket antifasisztaként olyan könnyen, mint ahogy például a szélső jobb szokták. Lajkó Fanni volt a vendégünk, köszönöm szépen az elemzését.